Különös figyelmet fordít a NAV a katás vállalkozásokra, legalábbis ez az információ jelent meg több hírportálon és újságban. Vajon így van-e? Kérdezem Marjai Gyulától, vendégünktől itt a stúdióban, a VOSZ budapesti és Pest megyei regionális szervezetének vezetőjétől. Mi a baja a NAV-nak a katásokkal? Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a Zugló TV kedves nézőit. Én azt hiszem, hogy nincs baja. Ugye több százezer katás vállalkozásról beszélünk, kis adózók tételes adóját választó adózókról. Ugye ők azok, akik 12 millió forintig tulajdonképpen egyrészt áfamentesek, másrészt pedig úgynevezett kis adózók tételes adóját fizetik, ugye most már Bece nevén katát, ami tudjuk jól, hogyha főfoglalkozásban űzi a vállalkozást a vállalkozó, akkor havi 50 ezer forint, ha mellékfoglalkozásban 25, illetve ha egy magasabb nyugdíj kategóriát szeretne, akkor havonta 75 ezer forint, melyen minden adónemet kivált, személyi jövedelemadót, szociális hozzájárulást, nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Tehát ezt tudjuk. Természetesen ezt minden hónapban tárgyót követő 12-ig nekik is be kell fizetni az adóhatósághoz. Tulajdonképpen igazából ezzel tudnak elmaradni, ezzel tudnak elkésni, vagy éppen sajnos előfordul az is, hogy elfelejtik, hogy be kell fizetni. Na most a jogszabály úgy szól, mert azért ez egy nagyon kedvező adózási forma, ugye azt tudjuk, és nem véletlenül több százezer vállalkozó ennek az alanya, hogy amennyiben a vállalkozás 100 000 forinton túl halmoz föl adótartozást, akkor megszünteti a NAV a katás minősítését, tehát magyarul kizárja ebből az adózási formából. No de hogyan? Tehát nem úgy, hogy akkor, ha 100 000-et meghaladod, akkor automatikusan kizáródsz. Ez volt érdekes módon az EVA-nál, ami ugye most megszűnés alatt van ez az adó, nem? Hogy ha és amennyiben bizonyos adóhiányt, sőt, filléres adóhiányokat ugye fölhalmozott a vállalkozó, automatikusan évvégével kizárta magát a EVA-ból. De ez most nem így van. És pont ezért lehet tudni, hogy a NAV foglalkozik a katásokkal, mert kampányszerűen most megnézte, hogy az egyes katások mennyivel tartoznak az adóhivatalnak, és részükre határozatot, értesítést küldött, hogy fizessék be, mert ellenkező esetben, és itt van a lényeg, mert ellenkező esetben a határozat jogerőre emelkedést követően tulajdonképpen kizáródnak ebből a, kizárja őket a NAV ebből az adónemből, mert a törvény így rendelkezik, nincs mérlegelési jog. Tehát voltak éppen nincsen semmilyen új jogszabály, semmilyen új kezdeményezés, csak egyszerűen betartják azt, amit így eddig van, is be kellett volna. Hát azokat az adózókat szólítja föl kizárólag, akinek most a folyószámla szerint 100 000 forint fölötti tartozása van. Ez nagyon könnyen elérhető, mert ugye két hónapot, ha már nem fizet be a vállalkozó, ott már eléri a 100 000 forintot, és a harmadik hónapban már rögtön 100 000 forint fölötti adótartozást fog fölhalmozni. Tehát nem olyan nehéz elérni ezt a küszöbb számot, de én azt hiszem, hogy egy ilyen egyszerűsített adónál oda kell erre figyelni, megnézni, hogy minden hónapban befizette, megnézni, hogy az adófolyó számláját, hogy valóban nincs-e rajta 100 000 forint fölötti tartozás, de ami a legfontosabb, hogy amíg nem emelkedik jogerőre a határozat, addig, ha befizeti az adózó a tartozását, és ezt megírja természetesen igazolva a NAV-nak, akkor minden mehet tovább, tehát tulajdonképpen nem fog a határozat jogerőre emelkedni, az adós megfizette a tartozását, marad továbbra is kisadózó, és marad benne ebbe az adórendszerbe. Tehát ez a legfontosabb, hogy ha megkapjuk ezt a levelet, haladéktalanul rendezzük a tartozást, mert akkor maradhatunk mindenféleképpen ebben az adónemben.
ha már a tartozás rendezése került szóba, akkor legyen ez a kötőszó a következő témánkhoz, nevezetesen a készpénz, vállalkozók közötti készpénz forgalomhoz, ami bizonyos esetekben nagyon drágává tud válni. Bizony, ugye hát én azt hiszem azért minden vállalkozó tudja, hogy aki bankszámlavezetésre kötelezett, és majdnem minden vállalkozó, természetesen aki áfa alagi mentes, épp pont a katás történetben, amiről beszéltünk az előbb, ott a többség akár megteheti, hogy nem vezet külön bankszámlát, hanem a sajátját használja esetleg erre a célra. Tehát ugye nem, esetlegesen nem bankszámla vezetésre kötelezett, mert van ilyen vállalkozó is. Viszont aki arra kötelezett, azoknál az egymással szembeni fizetések, tehát magyarul egy szállító vevőnek, a vevő a szállítónak történő kifizetésnél van egy készpénzfizetési korlát, amit ugye jogszabály mond meg, ami jelenleg 1,5 millió forint, 1 millió 500 ezer forint. Na most ez van, amikor soknak tűnik, van, amikor kevés. És mi van, ha mondjuk mégis 2 millió forintot fizetek ki készpénzben, mert valami módon így gondoltam, hogy készpénzben fizetem ki annak a szállítómnak, aki bankszámlavezetésre kötelezett, és tulajdonképpen hozott nekem 2 millió forintért valamilyen árut, szolgáltatást. Hát bizony abban az esetben nekem az az elsődleges kötelezettségem, hogy bejelentsem egy úgynevezett 40-es NAV nyomtatványon, hogy én 1,5 millió forint fölött fizettem ki. A következő pedig az, hogy 20%-os mulasztási bírságot fizessek a 1,5 millió forint fölötti összeg után. No de, nem csak én, hanem az a vállalkozó is, aki elfogadja. Tehát mindkét vállalkozó 20%-os mulasztási bírságot kell, zárójel, jogszabály szerint kell fizetni, ha és amennyi a 1,5 millió forint összeg fölött. Na most ez nagyon nem kevés, sőt mondhatni az, hogy sok. Nagyon át kell gondolni a készpénzfizetést. Még egyszer mondom, magánszemélyekre ez nem vonatkozik, hanem vállalkozások és olyan vállalkozások közötti számlatartozás, pénzügyi összegek kifizetésére, akik bankszámlavezetésre kötelezettek. Tehát én elmegyek magánszemélyként, és veszek egy hatalmas nagy tévét a üzletben, és készpénzzel fizetek, ott tulajdonképpen 1,5 millió forint fölött valamilyen oknál fogva, akkor ez nem okoz problémát. De ha már egy vállalkozás megy el ugyanebbe az üzletbe, és ott készpénzzel kíván fizetni, az már problematikus lesz. Hát lehet, hogy a eladó is azt mondja, hogy bocsánat, de nem, majd hát tetszik utalni nekem ezt az összeget, abban a esetben kiszolgáljuk önnek ezt a bizonyos eszközt. Van esetleg arra nézve adat, hogy milyen nagyságrendű ez a mulasztási bírság az elmúlt időszakban? Tehát, hogy hányan keveredtek ebbe a helyzetbe? Nincs pontos adatom. Valószínű, hogy nagyon kevés az, aki ezt bejelenti, vagy éppen megfizeti utána a mulasztási bírságot. Természetesen olyan esetben, amikor már a NAV fogja vizsgálni, ott ez már egy egész más szankciót is hozhat, mert nem csak a 20%-ot, hanem a be nem jelentésért is mondjuk külön még mulasztási bírságot számolhat föl egy ellenőrzés során. Ezért is hoztam ezt a témát, és vetettük föl itt közösen, hogy fölhívjuk rá a figyelmet. Nem gyakori ennek az ellenőrzése, ugyanúgy, mint az előző témában, mondjuk a katás vállalkozók ellenőrzése sem olyan gyakori, mondván, hogy tényleg egy egyszerűsített adóról van szó, és tényleg automatikusan megy ennek a befizetése, bevallása és rendezése. Tulajdonképpen nem
akarok tippet adni, de bizony bármikor lehet egy ilyen készpénzfizetési ellenőrzési kampány, és akkor nagyon-nagyon komoly gondjaik lehetnek a vállalkozóknak. És még egy fontos dolog, amiről nem beszéltem, hogy itt havi fizetésről van szó. Ha azonos szerződésről beszélünk, mondjuk egy folyamatos szolgáltatásról, akkor az egy hónapon belüli összegeket is össze kell számolni. És ha ott is túllépünk a 1,5 millió forinton, ott ugyanez a szankció állhat elő. Még egy, és majd a végén elmondom, hogy aki azért sokat foglalkozik és sokat forgalmaz pénzt, illetve fizet készpénzzel, az érdemes, ha átnézi a NAV ez irányú iránymutatását, hogy mi nem minősül készpénzfizetésnek. Csak egy példát említek, ha én készpénzben a banknál befizetek a szállítomnak a bankszámlájára, tehát ha egyoldalúan már megvalósul a bankkapcsolat, az már nem készpénzfizetésnek minősül. Tehát azért vannak olyan legális ügyletek, ahol valóban lehet magasabb összeggel, másfél milliónál magasabb összeggel készpénzben fizetni, például ha beviszem a bankba, és befizetem a szállítómnak a bankszámlájára. Köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.